hogy illetve a fodrászok. Louis a meleg fodrász negyed óráig. Igen, körömcsípesszel és szemöldőcsípesszel szedegetnek ki a héjakat a hajamból. Na, a Laci már választott játékos, vagy válaszunk élőben? Nem választott, válaszunk élőben. Nem baj, 200 000 forint a tét. Ki az, aki játszana? Én tegnap nagyon élveztem, hogy csajhallgatók volt. Egyébként lehet, hogy ma is lányt kellene választani. Ne mondja el, hogy kivel játszana, hogy nehogy az legyen, hogy azért választottuk őt. Itt egy lány például esernyővel nagyon integet, itt barna kabátban. Barna kabátban, igen, egy esernyő van a kezén. Hello, jó reggel, ciao. Hello. Anyuka jelölt reggelről. Igen? Uh-huh. Anyuka jelölt? Igen, ő nem akar tekerni. Aranyhal memóriámmal. Ami megtörtént, az nekem elmúlt. Én már arra nem emlékszem. Hogy hívnak? Fejjel játszaná. Hogy hívnak? Lenni, hello, jó reggelt. Ja, igen, te voltál az, aki nem ültél földégültekre. Már csak is tudom, hogy nem csinálom. Kiröhögj egy terhes kismamá. Igen, Jani fejét törétnék neki, ha lágy jut, egy ablak lehúzóval simán lehúzzátok. De jó duma, úristen. De jó duma. Adj és el. Lennike, kivel játszanál? Örülök azért ennek! Na ki ment oda és meddig győzködött? Nem győzködtünk. Nem játszottam. Tök igazad van. Én mondtam, hogy egy napot pihennék, de nem nyomasztottunk senkit. Azzal a játékosok döntenek. Hát, jó duma, hogy ablak lehúzóval. Igen. Na jó, de 200 000 forint a tét, hát azért azt megnyerheted, ne felejtsük el, hogy... Hát, remélj. Első gyermek jön? Első gyermek, hát akkor a 200 000 azért elfér. Gyere akkor le a kordonon belőle, igen. De az a baj, ott is csempel. Az a baj, hogy nem lesz szempel. De ha ezt akarod felére legyen félveszerűen is játszatok. De melyik fele legyen messze? Szalait nagyon jól, Bali, ne aggódj, legalább megáll a hajadban a hajrán. Nagyon jó tudmákat küldenek a hallgatók. Na, oké, jól van, hát akkor megyünk ki, mert hogy orosz rulettünk következik. 200 000 forint, gyerekek, azért az nem kevéskes. Ugye a 200 000 forint, 10 darab tojás van benne az edény. 10 darab tojás, az edény le van takarva. Fontos játékszabály, hogyha valaki megfog egy tojást, akkor már nem változtathat, tehát nem lehet tapogatni, mert a rutinosak abból ugye megoldják, hogy melyik a kemény tojás, melyik a lágy tojás. 9 darab lágy, 1 darab az, ami kemény. A játékosok egymással szembe ülnek, mondom azoknak, akik ugye nincsenek most itt a helyszínen, és egyenként húznak. Fogja az ember a tojást, megfogja és a saját fején széttöri. Ahogy mondtam, aki megtalálja a kemény tojást, az nyer. Na most várjál, tegnap ugye Csabat tettél a történetbe azzal, hogy a másik fején vertett. Nem emlékszem már, hogy volt, hogy magamnak húzok, de a te fejeden töröm szét, igen. Hát ha én kihúzom a kemény tojást, és akkor te fejeden nem törik szét meg kemény. Akkor én, jó, lehet ez, hogy mindenki... Akarod olyan mi fejét verni, vagy a sajátokat? Én bírtam, hogy tegnap egymás fejét vertük szét, hogy legyen remi. Gyerekek, csak mondom, hogy János félmeztelen! Azt a mindenségét neki! Azt a mindenségét neki! Tólusban vagy, öcsém? Tólusban vagy? Nagyon, hogy nincs. János levetkőzött félmeztelen erre, ha már oroszul lehet, akkor... Hát, ha már úgy legyen kövér, igen. Megadjuk meg a módját. Hát azt mondtátok, hogy ugye, persze, Kizburán nincsen látvány félmeztelen. Ki kérte a félmeztelen? Én. Hát, úgy döntöttem önhatalmat, hogy ne lentlek egy félmeztelen, hanem te. Igen. Lenni, akkor viszont te jössz. Igen. Hát nagyon bevállalós vagy ebben a masszív nyolcokban, kiültél félmeztelenül. Az a baj, hogy a bombermet nem tudom kimosni. Jó, azt mondjuk megérted. Jó, legyen az, hogy magának húz az ember, de a másik fején töri szét? Tehát egy ilyen egymás fején. Mindenki a sajátján, jó? Megjött az ablak lehúzó, csak mondom, János. Tehát neked majd egy sima ablak lehúzóval így fogjuk elhúzni, mert János ugye hát neki nincs haja, amiben nagyon beleakadna, te vagy a legelőgyösebb játékos. Viszont nagyon szeretném, hogy a feltételek egyenlőek lennének. Igen. Na jól van. Oké, hát akkor a vendégi az első húzás. Neked adjuk meg először, hogy megtaláld a kemény tojást. Reni benyúl a kis tálkába, nyújj be az első tojást, fogd meg. És szépen jó hangulaton a fejed tetején, ahogy kell, vágd a fejed tetejéhez. Így van, Mári, mehet, így nézzük. Ne, na, ne, na, ne, na. Ne alibiz, hagyd ne alibiz, ne. Mutasd, megcsönd. Így Reni bízott abban, hogy kemény tojást talál, ugyanis annyira puhán tette oda a fejéhez, hogy nem tört össze, ezt nagyon csapni kell. Nem tudtam felkörni a fejemet, nem tudtam mennyire.
ez csak kikerül, és akkor derül ki, és ha megáll közben is érzed, akkor, akkor ugye megvan. Azt hittem, hogy meghalt a buli, mondom, hogy én bevállalok itt egy tüdőgyulladás, érted, és én ennyi se. Ja, köszépen, ennyi volt a show zené. A két kiló. Reni viszi a lóvét, te meg megfázol. Oké, okay, Jani jön, nézzük meg, hogy megtalálja a kemény tojást. János benyúl, megfogja az első tojást, ami a kezeügyébe, esik, arrébb állok, és szép. Jó, egyelőre, várjál, ablak lehúzó, várjál, ablak, már húzzuk is az ablak lehúzóval, megnézhetek-e esetleg egy hűtőfolyadékot, fékfolyadékot kell ellenőrizni. Jó, azért elmondom János, hogy annak ellenére, hogy féltél attól, hogy ez neked nem lesz annyira látványos, mert nincs hajad, azért így is elég látványos. Tehát, hogy jól nézek, hidd el. Oké, Reni jön újra, és hát akkor ezzel a mozdulattal, ez bevállalósan kell, ez így kell. Nem pulunk! Szépen meg kell fogni, és jól rányomni a fejedre. Jól rányomni. Megígértük magunknak és megígértük a hallgatóknak, hogyha kamus a játékot... Nincs annyi vizet, keményen. Elősen. Én segítek neked, ha akarod. Két kiló a tétessébe vállal. Jani jön. Jó, János jön. Itt az ablak lehúzó. Egyelőre nincs meg a kemény tojás. Tehát nincs meg a 200.000 forint gazdája. Reni még nem nyert, János jön. Neked el azt tudod, azt szoktam mondani a különböző, hogy a gyerekeimért. Te mit mondasz? Jó, jövök az ablak lehúzóval, letakarítom a tojáshéjat. Így. Már mint egy ilyen benne Parkinson koros Stallone reggelenként a hűtő mellett, aki az arca mellé rakja a tojást. Aki csak félig nézte meg is rosszul a Rocky filmet, mert egyébként tessék keménynek lenni, jó? Fejtetőt megfogjuk, így jól rányomjuk. Így, ez a beszéd, így van. Nincs meg, Reninek is látóját, hogy a gyerekek most már valaki találja meg. Jó, én kívánom, hogy játékos legyen. És itt ülnénk még 15-30 000 a tojásokon, és egy sem volt meg. Egyébként valakivel meg kellett volna csinálni, hogy nem teszünk be egy kemény esélyt. Egy picit számított arra, hogy ez én leszek, hogy velem csináljátok meg. Nem, sajnos nem kapcsoltunk elég gyorsan, pedig ezt kellett volna. Jani jön, ugye itt tartunk most, Jani jön. Igen, tudok csinálni. Gyere, bajnunk, gyere! Konkrétan tocsogsz a tojás. Sárájában hallatszik, oké. Okay. Jani jön, húz egyet, gyorsan megfogja, és megnézzük. Törje a fejét. Ó! Reninek újabb esélye van megtalálni a kemény tojást, mert Jani is lágy tojást tört a fején. Oké. Okay. Jó, kemények. Kemény. Ott van! Ott van! Reni! De jó, köszönöm szépen. 200.000 forint, mert hogy Reni megtalálta a kemény tojást. Tényleg az. Látszik a sárgája. Nem rosszul törted, így van. Reni, 200.000 forint, ha járulunk hozzá a gyermekvállaláshoz.